Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. A segítőket köszöntötték. Elismeréseket adtak át a szociális munkanapja alkalmából. A legkisebb hősöket ünnepelték. Vasárnap este lilába öltözött a gyulai almási kastély. Új kihívásokra készülnek. Pénteken 70 göndöcsös diákra tűzték fel a szalagot. A táborozást támogatják. A GFE gyulai kara is gyűjt az ágotás fiataloknak. Számos elismerést adtak át a szociális munkanapja alkalmából Gyulán. Azok munkáját köszönték meg, akik a szociális élet valamely területén végzik hivatásukat, sokszor ünnepnapokat és hétvégéket feláldozva rászoruló embertársaink megsegítéséért. Ez a nap híre. November 12-e a szociális munkanapja. Már hagyomány Gyulán, hogy a dátumhoz közeli időpontban rendez ünnepséget, a gyulai kistérség egységes szociális és gyermekjóléti intézménye a Vigadóban. Ilyenkor egy kötetlen hangulatú vacsorára hívják meg a munkatársakat, valamint díjazzák is őket. Idén az év dolgozója Kóra János lett. Kiemelte, hivatását nem munkavégzésszerűen, hanem szolgálatként látta el. Már a legelején, a munkavégzésem legelején is a mentőszolgálat, az is egyfajta szolgálat volt, ugye az az egészségügyi szolgálat, majd később a szociális ágazatra nyílt rálátásom azzal, hogy 1998-ban képviselő lettem, és a Szociális Egészségügyi Bizottság elnökeként tudtam több mint egy évtizedet dolgozni. Ekkor nyílt rálátásom a szociális ágazatra, ekkor végeztem el a szociális munkaszakot, és azóta én a hivatásomnak érzem ezt az ágazatot. Görgényi Ernő polgármester beszédében kiemelte, a szociális érzékenység ősi keresztény érték. Ugyan a mai kor embere sajnos mintha kezdene megfeledkezni erről az alapvetésről, de mégis vannak, akik a változó korszellem ellenére is élethivatásá emelik a krisztusi elvet. A polgármester hangsúlyozta, aki ismeri Gyula történetét, több olyan legendás személyt is fel tud idézni, aki szociális érzékenysége révén legendás alakká vált. Ma is egy polgári városban élünk, ahol tiszteljük elődeinket, ahol Göndöcs Benedeknek és Apor Vilmosnak köszönhetően a legfontosabb erények egyikeként tekintünk a szociális érzékenységre. Görgényi Ernő kiemelte, a szociális érzékenység és a szolidaritás valóban a legnemesebb polgári erények közé tartoznak, a szociális képzés pedig ezekre az erényekre épít. Szükség is van az erős felépítményre, hiszen a szociális munkát végzők felelőssége hatalmas. Munkájuk nem mindennapi erőt és elszántságot kíván. Ezért is becsüljük oly nagyra azokat, akik a segítségnyújtásnak szentelik az életüket. Ráadásul a szociális ágazat dolgozói folyamatosan új és új kihívásokkal kell szembesülni. Szegénység mindig volt. Emellett viszont minden kornak megvannak a maga jellegzetes társadalmi problémái, melyek esetében elengedhetetlen a szakemberek által nyújtott segítség. A mi korunk esetében ez a kortünet a társadalmi elidegenedés. Kis Szabolcs intézményvezető kiemelte, november 12-e minden évben az a nap, amikor a figyelem a szociális szférában dolgozók felé irányul. A szociális szférában dolgozók a társadalom szövetének részét képezik. Sokan azt gondolják, hogy egy mellékes munka, akik csak így hirtelen segítenek, besegítenek, de valójában a szociális szférában dolgozóknak a hiányát akkor tapasztalnánk meg, hogyha nem lennének. Mindig azt szoktam mondani, hogy a kollégáim akkor végzik jól a tevékenységet, hogyha egyébként nem kerülnek rivaldafénybe, úgymond a háttérben maradnak. Ez jellemző lehet ugye a családsegítéstől kezdve a házi segítségnyújtáson át mindenre, de mikor baj van, ők azok az emberek, akikhez egyébként bárki is fordulhat bizalommal. Bizton állíthatom, hogy az intézményünknél és emellett minden más szociális szférában dolgozó ember ezt nem munkának, hanem hivatásnak és hitvallásnak tekinti. Intézmény vezetői dicséretet kapott Kétegyházáról Kubinszki Csabáné, Lőkösházáról Mohácsiné Tóth Tímea, Elekről pedig Szabó Anita, Gyuláról Semsei Margit, Igricné Arató Ildikó, Juhász Edit,
valamint a Család és Gyermekjóléti Szolgálat kollektívája részesült intézményvezető dicséretben. Az Aranypedál díjat Dürgőné Márta Ilona vehette át, aki 2000 óta dolgozik házi gondozóként Gyulán. Az év klubja Vándorkupát az 5-ös számú idősek klubja munkatársai vehették át. Az eseményen köszöntötték az intézmény legfiatalabb közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalóját, a kétegyházi bölcsödei dajkát, Domokos Vandát. Vasárnap este a koraszülöttek világnapján lilába öltözött a gyulai Almási kastély. A reményt és a hitet jelképező színnel arra hívták fel a figyelmet, hogy minden tizedik újszülöttből egy koraszülöttként jön a világra. Számos program várta vasárnap este Gyulán a koraszülöttek világnapján résztvevőket, ahol a legkisebb hősök, a családjaik, az egészségügyben értük dolgozó szakemberek és civil szervezetek kerültek a középpontba. Európában 2008 óta, hazánkban pedig 13 éve, minden év novemberében megünneplik a koraszülöttek világnapját. Több éves hagyomány a városban az is, hogy a rendezvénynek helyszínt adó Almási kastély lilába öltözik erre az estére. Görgi Nyernő polgármester a vasárnap esti programon kiemelte, Gyulán kitűnő koraszülött ellátóosztály működik, amely mögött jelentős társadalmi összefogás van. Ebben szakemberek és civilek hosszú évek óta elkötelezetten és álhatatosan dolgoznak azért, hogy a koraszülőtellátás szakmai feltételei biztosítottak legyenek, és hogy a társadalmi támogatottsága is meglegyen. Ez a rendezvény azt a cél tűzi ki, hogy kifejezésre jutassa a közösség, hogy azok mellett, a családok mellett áll, akiknek koraszülő gyermekük van, és akiknek emiatt lehet, hogy nagyon komoly lelki traumát kell átélniük, vagy éppen nagyon fontos, de nagyon nehéz szervező munkát kell végrehajtaniuk, hogy minden olyan szakmai ellátást megtaláljanak, összehangoljanak és biztosítsanak a gyermekük számára, ami a teljes gyógyulás jelenti, hogy teljes értékű életet éljen, és ma, akik itt vagyunk, azt üzenjük nekik, hogy veletek vagyunk. A figyelem felhívás mellett a világnapi esemény egyik fő célja az érzékenyítés, mondta a szervező Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány kuratóriumi elnöke, Abdulrahman Abdulrab Mohamed. Fontos, hogy a társadalom megismerje azoknak a családoknak a küzdelmeit, akik egyik pillanatról a másikra életük legnagyobb krízis helyzetében találják magukat. Hónapokon keresztül így éli az életét, így harcol, hogy ők az igazi hősök, hogy túlélik ezt a krízis, mert ez egy krízis helyzet, és amikor itt vagyunk, akkor valódi hősök, és mi megünnepeljük őket, hogy itt vagyunk. És a másik az, hogy szoktam mondani, hogy mi többet kapunk azoktól a gyerekektől és a családoktól, mint amennyit mi adunk nekik erőt, energiát, kitart, hogy folytatáshoz, és amikor látjuk őket, hogy itt tele vannak élettel, akkor megmondjuk, hogy van értelme folytatni. Ma Magyarországon mintegy 8-9%-os a koraszülöttségi arány. A vármegyei adatok ezzel szinte azonosak. Békésben 2500-3000 gyermek születik évente, ebből 250-300 koraszülöttként jön a világra. Sok felé vezethet majd a végzős diákok útja, derült ki a Göndöcs Benedek Katolikus Technikum péntek délutáni szalagavatóján. Az intézmény közel 70 tanulója készülhet fel a ráváró új kihívásokra. Péntek délután a művelődési központban rendezték meg a Göndöcs Benedek Katolikus Technikum szalagavató ünnepségét. Nagyon, nagyon szép emlékeim voltak itt az iskolában, nagyon sok kiránduláson vettem részt, és hát még nagyon nincsenek terveim a jövővel kapcsolatban, de majd az érettség után majd megpróbálok elhelyezkedni valahol. A végzős diákok között többen érettségi vagy szakmai vizsgára készülnek, mások viszont egyetemi tanulmányokat terveznek. Én érettségi után érkeztem az iskolába, kisgyermekgondozó és nevelőszakon tanulok, és tanulmányaimat szeretném folytatni majd az egyetemen, a Gál Ferenc Egyetemen. Az eseményen Kovács Péter Esperes plébános, püspöki helynök a hit fontosságáról, annak erejéről beszélt. A hit ajándéka plusz energiát kölcsönöz az embernek. Egyik egyetem szociológusai felmérést végeztek, mégpedig kórházban.
vallástól függetlenül érdeklődtek az embereknél, hogy hívő vagy nem hívő, és a statisztikájuk kimutatta, hogy a hívők javára 30%-kal nagyobb volt a gyógyulási arány. Ez azt jelentette, hogy hamarabb kerültek ki a kórházból, hamarabb gyógyultak, mert a hívő embernek van jövőképe, akaratereje, melyhez a hit erőt ad. Az eseményen két szakképzői folyamos, egy technikumi és egy érettségi utáni képzésben résztvevő osztály diákjai álltak a színpadra. Az érettségi utáni képzésben eltökélt szándékunk, hogy több mint 50% tanuljon tovább, szakirányon vagy nem szakirányon. Nyilván a Gál Ferenc Egyetem biztosítja azokat a lehetőségeket, amellyel innen tovább lehet tanulni. Azok, akik szakképző évfolyamon tanultak, őket szeretnénk, hogyha érettségit tennének az iskolában esti tagozaton, vagy egy másik szakmát válasszanak, hiszen ingyenesen tudjuk ezt biztosítani. És én azt gondolom, hogy a technikus évfolyamunk, akik most 5. évesek, ugye ők az első ilyen évfolyam, ők azért elég sok minden nehézségen estek túl, hiszen az új szakképzési rendszerben kezdtek, egy Covid-dal tüzdeltük meg az ő tanulmányaikat. Én bízom benne, hogy a szak mai vizsgájuk után, ami egy emelt érettségének felel meg, ők is tovább fognak tanulni. A Göndöcs Benedek Katolikus Technikum 4 osztályának mintegy 70 diákjára tűzték fel a szalagot. A napokban a Gál Ferenc Egyetem gyulai karára is megérkezett az Ágota Alapítvány adománygyűjtő perselye. Ezzel a kampusz szinte az első között csatlakozott a nyári tábor megrendezését segítő akcióhoz. A 28. nyári tábor megrendezéséhez kezdett adománygyűjtésbe az állami gondoskodásban élő vagy hátrányos helyzetű fiatalokat támogató Ágota Alapítvány. A Gál Ferenc Egyetem gyulai kara szinte azonnal csatlakozott az alapítvány legnagyobb múltú eseményének segítéséhez, a napokban pedig az adománygyűjtő perse is megérkezett a gyulai kampuszra. A gyűjtés először vármegyei szinten indult, majd rövid időn belül egyre többen jelezték csatlakozási szándékukat, fogalmazott Bagi Gabriella, az alapítvány önkéntese. Országosan több mint 10 000 fiatal támogat az Ágota Alapítvány. A most indított és egyre nagyobb méretűvé váló adománygyűjtéssel kapcsolatban megjegyezték, hogy a legkisebb támogatás is nagy segítséget jelent a fiataloknak. 2020-ban a Covid miatt elmaradt egy Ágota táborunk, amit a jövő évben szeretnénk bepótolni, és így akkor jövő évben 2 tábor lesz. Úgyhogy a 28. tábor megvalósításához és annak a költségeinek a finanszírozásához indítottuk a persei akciót. Ez jövő májusában lesz, és 180 gyermeket fogunk fogadni Ágota falván. Az Ágota Alapítványa nem új keletű a gyulai kar kapcsolata, fogalmazott Beke Szilvia, dékán helyettes. Nagyon sok minden összefűzi a kampuszt az alapítvánnyal, akár a gyakorlat terén, akár más együttműködés kapcsán. A dékán helyettes kiemelte, természetes volt, hogy a sok gyermeknek élményt nyújtó nyári tábor gyűjtő akciója mellé állnak. Maga az alapítvány által elhelyezett persely az a Gál Ferenc Egyetem Egészségügyi Szociális Tudományi Karának A épületében, tehát a Tudáskútjánál található épületben érhető el, és bárkit szeretettel várunk, aki úgy gondolja, hogy ehhez a nemes ügyhöz csatlakozni kíván, és bármilyen adománnyal segíteni akarja ezt a gyermektábort. Mi itt konkrétan a kávéautomata mellé helyeztük el. Az Ágota közel 3 évtizede tesz meg minden tőle telhetőt az állami gondoskodásban élő fiatalokért. Az ott dolgozók az áprilisig tartó adománygyűjtésben széles körű összefogásra számítanak. Hungarocell szíveket vittek Gyulaváros Egyesített Óvodájának növendékei péntek délelőtt az Almási kastély elé. Rövid hírek következnek. November 17-e a koraszülöttek világnapja. A Mágócsi úti óvoda kezdeményezése volt, hogy érzékenyítse a gyerekeket a koraszülöttekkel kapcsolatban. Ennek érdekében szerveztek egy adománygyűjtő napot, melyen az óvodások műsorral is készültek. Itt 80 000 forintot és tárgyadományokat adtak át a koraszülött mentő alapítvány vezetőjének.
A péntek délelőtti Almási kastélynál tartott eseményen pedig a kézműves foglalkozásokon készített szíveket helyezték el egy nagyobb szívben az óvodások. A gyermekek tenyerét befestették, a kézlenyomat pedig a hungarocell szíveket díszíti. A péntek délelőtti esemény jó alkalmat teremtett arra is, hogy a 8 tagintézménybe járó gyerekek megnézhessék az alapítvány koraszülött mentőautóját is. A Hűvös Hajnal és a Gyulai Ritmus elnevezésű kollekciót mutatta be a csütörtök este a Művelődési Központ emeletén megnyílt tárlaton a Gyulai Boglárka Hímzőklub. Farkasné Kuna Nikó csoportvezető kiemelte, a kiállítási darabok a gyulai alkotók Balogh Ferencné, Bendli Krisztina, Farkas Istvánné, Kempfné Gácsi Erzsébet és Mecséri Cecília másfél éves munkájának eredménye. 8 évvel ezelőtt ismerkedett meg a hímzés világával a zalai születésű, ma már Gyulán élő Mecséri Cecília. A hímzőklub közösséget, barátokat és kikapcsolódást jelent a számára. A Boglárka Hímzőklub tevékenysége azt jelenti, hogy van jövő, fogalmazott a kiállítást megnyitó Tótné Kis Szilvia, a Békésvár megyei Népművészeti Egyesület vezetőségi tagja. A népi iparművész kiemelte, a hagyományok felkarolása szempontjából a gyulai hímzők, kiemeltem Farkasné Kuna Nikó munkája rendkívüli jelentőségű. Az alkotócsoport indulása óta az elsődleges cél az volt, hogy a gazdag népi hímzésvilágot modern formában dolgozzák fel, és ezáltal ma is használhatóvá tegyék, hangsúlyozta Farkasné Kuna Nikó. Egy ötletből indult mindkét bemutatott kollekció is. A Hűvös Hajnal a Szent Istváni vizitke motívumait, a Gyulai Ritmus pedig a helybeli szűcshímzést mutatja be. A Tradíció újraöltve című kiállítás egy hónapon keresztül december 13-áig látható a Művelődési Központ emeletén. Minden ötödik lakástűz a Kéményben keletkezik. A rendszeres ellenőrzés akár életeket menthet, hangsúlyozta a napokban Várszegi György, a Békésvár megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője. Bár a fűtési szezon már javában tart, még most is érdemes ellenőriztetni a kéményeket. A szóvivő hangsúlyozta, a családi házak kéményseprése nem automatikus, azt az állampolgároknak kell kérniük a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon. A baj megelőzésében sokat segíthet egy füstérzékelő elhelyezése a lakásokban, mint ahogy a megfelelő tüzelőanyag használata is. Az őszi-téli időszakban évről évre megemelkedik a szénmonoxid mérgezések száma, ami sokszor elkerülhető lenne, fogalmazott a szóvivő. A folyamatos tájékoztatásnak nagy szerepe van, de sokszor akkor veszik komolyan az emberek ennek a jelentőségét, amikor a szűkebb környezetükben történik tragédia. Várszegi György kiemelte, egy körültekintően vásárolt szénmonoxid jelző készülék évekig nyújthat biztonságot a lakosságnak. Egyszerű megoldásokkal is sokat lehet tenni a biztonság érdekében, hangsúlyozta a szakember. Ilyen például, hogy ne tároljunk éghető anyagokat a fűtőtestek környékén, vagy tegyünk szikrafogót a kályhák, kazánok elé. A Grosics Akadémia idősebb korosztályainak kapusai számára vezényli az edzést Skerl József ezeken a csütörtök délutáni felvételeken. A rutinos szakember neve sokak számára ismerős lehet, hiszen többek között Békés Csabán és Szarvason is dolgozott, és az évek során több országosan ismert hálóőrképzésében vállalt fontos szerepet. Azt mondta, örömmel jött a Grosics Akadémiához, ahol olyan fiatalokkal dolgozhat együtt, akik vállalják a nehezebb feladatokat, és akiket szoros, személyes kapcsolatot kialakítva október óta próbál megfejleszteni. A közelmúltban érkezett szakemberek táborát erősíti Pis Péter, aki ebben az évben az U7-es, vagyis a legfiatalabb korosztállyal foglalkozik. Jelenleg a Gyulai Grosics Akadémia két korosztálya, az U16 és az U17 is a kiemelt országos bajnokságban futballozik. Ha minden a tervek szerint alakul, jövőre már három gárda képviselheti a zöld-fekete színeket a magasabb szinten. Glatfelder Gyula püspök alakját idézték fel Szegeden. Lapszemle következik. Glatfelder Gyula püspökre emlékeztek.
A dom fölszentelése, a püspöki székház és a papnevelő intézet megépítése is az első szegedi püspök nevéhez fűződik, közölte a szegedcsanád.hu. Vasárnap Glatfelder Gyula emléke előtt tisztelgett a tarjánvárosi Szent Gellért plébánia közössége. Erzsébet napi búcsú Tarhoson. Tarhos újkori történelmének egyik legfontosabb eseményére gyűltek össze a katolikus általános iskola előtt, írta közösségi oldalán Kónya István, gyulai alpolgármester. A település védőszentjének Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére szervezett búcsú az első volt a település életében. Új gyalogátkelőhelyek Békés Csabán. Fontos a gyalogosok biztonsága, ezért az önkormányzat újabb két helyszínen gondoskodik gyalogátkelőhely kialakításáról. Szarvas Péter polgármester közösségi oldalán azt írta, a kórház Dedinszky utca és a kórház Telep utca kereszteződésekben növelik a gyalogosok biztonságát. Teleléshez készülődnek a túzokok. A hideg idő beálltával csapatokba álltak a madarak Dévaványa térségében, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. A túzokok együtt sokkal könnyebben tudják átvészelni a hideg évszakot. Változékony, hol egészen enyhe, máskor hidegebb időben lesz részünk. A következő napokban komolyabb csapadék is előfordulhat. Kedden sok felhő lesz felettünk, és az élénk szélben többfelé kialakulhat eső, sőt zápor is. Éjszaka mínusz 3 fokot, a kora délutáni órákban 11 fokot mérhetünk. Szerdán hideg front érkezik, erős, viharos széllel, többfelé jelentős csapadékkal, a hőmérséklet pedig 6 és 10 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. A segítőket köszöntötték. Elismeréseket adtak át a szociális munkanapja alkalmából. A legkisebb hősöket ünnepelték. Vasárnap este lilába öltözött a gyulai almási kastély. Új kihívásokra készülnek. Pénteken 70 göndöcsös diákra tűzték fel a szalagot. A táborozást támogatják. A GFE gyulai kara is gyűjt az ágotás fiataloknak. Ez volt a Gyula TV híradója. Kövessenek minket a gyulatelevízió.hu oldalon is. További jó tévézést kívánunk, a viszontlátásra!